FDA Academy. Design Dialog. Podcast formájában folytatódik a Magyar Divat és Design Ügynökség dizájnipari párbeszédeknek helyet adó kerekasztal beszélgetés sorozata, a Design Dialog. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és nézőket a HFDA Academy Design Dialog podcast műsorában. Idén ősszel a magyar dizájn kerül ismét fókuszba. Október 1-e és 11-e között hibrid formában kerül megrendezésre a Design Hét Budapest, melynek immár harmadik alkalommal partnere a Magyar Divat és Design Ügynökség. A Design Dialog a helyi kreatív iparban dolgozó szakemberek helyi kiválóságokra hívja fel a figyelmet, valamint a magyar dizájnban rejlő lehetőségekre és a tervezők munkásságára. Amikor egy dizájntárgyban gyönyörködünk, többségünk bele sem gondol abba, hogy milyen komplex erők formálják az adott tárgyat végleges formájára. Kerekasztal beszélgetésünk során arra szeretnénk rávilágítani, hogy a dizájnban nem tisztán a tervező szakmai elhivatottsága és érzékenysége érvényesül, hanem komoly gazdasági szempontok is alakítják megrendelői és gyártói oldalról. A beszélgető partnereim olyan helyi győri kiválóságok, akik kimagaslót alkotnak a magyar dizájn területén, és munkásságukon keresztül megtapasztalhatóvá válik a dizájnban rejlő lehetőség. Szeretettel köszöntöm Peris Snowbölt, az Elevate ügynökség alapítóját és menedzser stratégát, valamint Horváth Zoltán grafikust, szintén az Elevate ügynökség alapítóját, áldirektorát. Szeretettel köszöntöm Román László építészt, a Len Architects építésziroda vezető tervezőjét és a Terasz Csoport Egyesület elnökét, valamint Györfi Pétert, a Dunahajók Kft. Ügyvezető igazgatóját, és nem utolsó sorban Jakus Tamás dizájnert, művésztanárt. Köszönöm, hogy itt vagytok. Elsőként azt a kérdést tenném fel, hogy hol van az a pont szerintetek, amikor egy gyártó, egy megrendelő szakembert von be a tervezésbe, a gyártmányfejlesztésbe? Én azt gondolom, hogy a legoptimálisabb az, hogyha már a kezdetétől fogva belevonja a tervezőt a gyártó, mert hogyha az a cél, hogy ez egy innovatív és nagyon előremutató és önazonos termék legyen, akkor mindenképpen már a kezdeti fázisba be kell vonni. Néha azt látni negatív tapasztalatként, hogy ez nem a legelején történik, hanem már akkor, amikor mondjuk elkészül a termék valamilyen szinten, és lehet, hogy a gyártónak a visszajelzésekből az jön le, hogy valami nem működik, nem jó, nem elég dizájnos, nem elég előremutató, nem elég innovatív a dolog, akkor keres egy dizájnert, és akkor vonja be. Nem mondom azt, hogy ilyenkor már késő, tehát ilyenkor is nagyon jó, ha van egyáltalán egy ilyen szándék, de tényleg a legoptimálisabb, amikor a tervező a gyártóval együtt tud szorosan működni, egy nagyon jó kommunikáció alakul ki, ami az egész terméket tudja formálni, és akkor szerintem így lesz a leghatékonyabb az egész munka. Köszönöm. És azt gondolom, hogy ezt minél előbb érdemes meglépni, már csak azért is, mert még az elején a tervezőkkel leegyeztetni azokat a dolgokat, amiket a végén a produktum során mi tetten szeretnénk kérni, és amit látni szeretnénk. Úgyhogy talán kicsit ez is van, mint a nyelvtanulás, hogy sose lehet elég korán elkezdeni, ezért szerintem már a legelején. Tehát onnantól kezdve, amint megfogal maga az a gondolat, hogy én akkor szeretnék valamit, az első ember, akit felhívunk, szerintem az egy tervező legyen. Így van. Én még annyit hozzátennék, hogy azért szerintem még a tervezőnek a teljes bevonás előtt fontos tudni azt, hogy mi legyen az a termék, amit piacra akarunk bocsátani. Mert sokszor még a gyártó sem biztos abban, hogy milyen terméket szeretne piacra dobni, megbíz egy tervezőt, aki a legjobb tudása szerint tervezni fog valamit, és az a produktum az egyáltalán nem lesz piacképes, vagy nem azt a funkciót fogja betölteni. Tehát szerintem egy kicsit így, ennek a kettőnek a keveréke kell, hogy legyen egy biztos piacra lépési stratégia, tudja mi az a termék, és úgy
elindítani a tervezést. Igen, amire én itt előbb gondoltam, az nem az, hogy egyből a tervezőt bevonni, és akkor ész nélkül neki elni dolgozni, mert azért ahhoz kell egy olyan brief, amit a tervező lekövet, de szerintem jó, hogyha már az ötleterés során is ott van ő, mivel ő neki azért van tapasztalata abba a szférába, és hozzá tud rakni akár a koncepció alkotásban is. A mi területünkre lefordítva építész oldalon, ez nagyjából úgy néz ki, hogy igazából hozzánk már mindig akkor érkeznek ideális esetben, amikor úgymond ez a brief részükről megvan, a tervezési program összeállt, és tudják, hogy hova és mit szeretnének építeni. Ettől függetlenül jellemző az is, hogy már a tervezési program pontosításába mi tervezőként közreműködünk. Még annyit főznék hozzá, éveket lehet vele spórolni. Így van, éveket lehet vele spórolni. Ennyi. Milyen nehézségekkel szembesül egy tervező, vagy egy gyártó a termékfejlesztés során itthon Magyarországon? Egy tervező szerintem elsősorban megrendelői oldalról szembesül nehézségekkel, legalábbis mi ugye brandépítéssel és grafikával foglalkozunk, és az első dolog, amit mindig próbálunk hangsúlyozni és megértetni az ügyfeleinkkel, az az, hogy nyilván nagyon finoman, hogy mi vagyunk a szakember. Tehát, hogy ő adhat instrukciókat, de van annak egy olyan jellegű határa, amit, hogyha már átlépünk, akkor az már átlóg a tervezői oldalra, ami pedig a mi feladatunk lenne. Tehát az első és legfontosabb dolog az az, hogy minket nem azért alkalmaznak, mert mi értünk a programhoz, és mi úgy tudjuk összekattintgatni, ahogy ők azt így szeretnék, hanem hogy mi vagyunk azok, akik egészben látjuk ezt az egészet, és arra az igényre, arra a tartalomra, amit ők jelen esetben grafika esetében szeretnének kommunikálni, arra mi tudjuk biztosítani azt a megfelelő formát, ami lényegében célba juttatja a kommunikációt. Tehát lényegében ők kitalálnak egy olyan szellemi magot, amit mi aztán lefordítunk vizuális nyelvre, és így tud működőképes lenni maga a kommunikáció. Igen. A másik része meg, amikor a megrendelőnek teljes fogalmatlansága van arra, hogy mit akar, mert az is nagyon, nagyon nehéz tud lenni, hogy meg nem veszi elég komolyan azt, amit szeretne, illetve amikor az idő sürget, biztos mindannyian tapasztaltátok már azt, hogy nagyon gyorsan kell valamit létrehozni, és az a lényeg, hogy inkább legyen kész, mint a produktumnak a minősége. A minősége, igen. Igen, tehát formatervezői részről például az is egy nehézség lehet, ugye az volt a kérdés, hogy maga az a termék, amit megtervez az ember, az ne egy valaminek egy hatására készüljön, hanem ez legyen egy eredeti dolog. És nyilván ehhez is nagyon kell egy idő, tehát hogy mivel nyitottak vagyunk, figyeljük, tehát inspirál minket csomó minden, ezért gyakori az, hogy hatással van az emberre, és valahogy a tervezés közben ezeket így le kell vetni magunkról, és valami újszerű, tehát hogy nyilván, hogy ez mondjuk a cégtől függ, hogy mi a célja. Hogyha az a célja, hogy beállni a sorba és készüljen egy olyan dolog, ami elfogadható, esztétikus, vagy előremutató, tehát hogy más feladatok vannak. És nyilván a legoptimálisabb, hogyha tényleg megbízik a tervezőbe az ember, a megrendelő, és azt mondja, hogy szárnyalj. Majd a megrendelő úgyis azt fogja mondani, hogy igen, kell kompromisszumot kötni, tehát ezt a tervezőnek is el kell fogadnia, de ezzel a kompromisszum kötéssel, meg szárnyalással egyensúlyba nagyon izgalmas dolgokat lehet létrehozni, és tényleg, ha ez egy játékosság marad, és játékos az egész, akkor viszont jó dolgokat eredményezni, úgy gondolom. Ha nincs görcs. Ha nincs görcs. Meg tiszta lappal kell indulni, nem kell telebeszélni a tervező fejét. El kell mondani, mi az, de nem kell mondani, ez itt legyen ez az ablak emelő, mert akkor az ott lesz, tudatalatt is ott lesz. És lehet, hogy ötször jobb jön ki belőle. Igen, megköti tehát, a kezedet. Igen, nagyon. Tiszta lappal. Igen. Igen. Tiszta lappal. Illetve szerintem egyébként, ami még nagyon fontos, az objektív kommunikáció mentén történő párbeszéd. Tehát, hogyha a tervező állít valamit, és azt objektíven alá tudja támasztani, akkor mindenképpen érdemes azt átgondolni. Illetve, hogyha van objektív, tehát egy szakmai ellenérv, akkor azt meg nyugodtan lehet mondani. És akkor tehát ezek mentén, a viták mentén fejlődik maga a produktum. De hogy nagyon sokszor még mi azt tapasztaljuk, hogy ízlésbeli dolgok azok, amik meghatározzák ezt az egészet, és hát ízlés alapján meg szerintem a mi szakmánkat azért eléggé rövidre lehet vágni, tehát hogy igen, tehát hogy mindenképpen objektíven és vita alapúan kell ezt az egész kommunikációt szerintem működtetni a megrendelős és tervező között. És mind a kettőnek nyitottnak kell lenni a másikra abszolút. Igen. Tehát, meg a megrendelőnek el kell felejteni azt, hogy mit hoz otthonról. Tehát
mert a termék egy teljesen más dolog, mint az, hogy otthon én ezt szoktam meg. Nagyon röviden egyébként tök jól összefoglaltad azt, hogy mi szerintem egy tervezőnek a missziója, tehát a berögződésekből való kizökkentés. Kilépés, így van. Igen, építész oldalról ezt nyilván egy csomó mindenben, mi úgy kreatív terület azonos a többivel. Maga ez az, hogy a határidők feszesek, azt szerintem egy korjelenség, ez valószínű, hogy ugyanúgy érint mindenkit. Nálunk azt kell, hogy mondjam, vagy, illetve nem a szerencsének, de a tudatos felépítésnek köszönhetően most már egy elég felvilágosult ügyfélkörrel rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy azok a megbízók, akik úgymond fogják a kezünket, és úgy kell megrajzolni egy házat, azok most már nem annyira keresnek, nem ők dominálnak nálunk, hogy mint megbízók. Tehát szerintem a megbízó réteg az rengeteget fejlődött az elmúlt 20-30 évben, szerintem ezt kijelenthetjük. Nálunk a tervek, a tervezés az mondjuk egy egység, egy tervezés, egy időegység, de utána még ugye a mi szakmánk annyival különbözik mondjuk a tiétektől, de javítsatok ki, hogy ha nem így van, hogy azon túl, hogy a miénk azon a kis zsűrin túl, hogy az építetőnek és nekünk is tetszik a ház, nekünk egy szakmai zsűrinek is be kell mutatnunk ugyanezt a tervet, és onnan érkeznek olyasmi észrevételek, mint amiket most te említettél, hogy az ízlés dolga, vagy amit a Zoli említett. Hogy szubjektív. A szakmai körből érkeznek olyan dolgok, amik tovább alakítanak egy házat. És mivel mi munkánkra az a vélemény, hogy mivel ez az épített környezetet tartósan befolyásolja, pozitív vagy negatív értelemben, ezért nekünk ezt egy szakmai zsűri előtt kell úgymond megvédenünk, ha szükséges, akkor hozzámódosítanunk. És a kérdésre reagálva, ami nehézség van, mi ebben látjuk mind időbeli, mint egyéb nehézségben. Nem lehet általánosítani, de sokszor ezen akad meg nekünk az időben való teljesítés. Ugye mi sok dizájnernek látjuk a munkáját, meg követjük őket, és hogy az én, ugye én sokkal inkább egy piaci boldalról jövök, és nekem mindig az a kérdésem egy dizájn kapcsán, hogy lesz abból a dizájnból konverzió, ami ugye bevételt fog hozni a cégnek. És sokszor látom azt, hogy vannak olyan dolgok, amik teljesen öncélű dizájnok, és nem konvergálnak. Igen, tehát hogy nagyon fontos szerintem azt is leszögezni, hogy a képző és az iparművészet között lényegében az a legnagyobb különbség, az egyik az egy teljesen autonóm dolog, és egy saját rendszert hoz létre autonóm módon, itt pedig nekünk egy rendszerbe kell beleilleszkedni. Tehát, hogy ugye mi stratégiai kérdőívek, illetve workshopok kapcsán kihozzuk, feltérképezzük azt, hogy mi az az irány, mi az a szellemi környezet, mi az a kontextus, amiben ezt el szeretnék képzelni, és lényegében mi az, amit ő tetten szeretne érni a produktumban, és lényegében onnantól kezdve ez egy ilyen örök hivatkozási alap, és rövidre vágja tényleg azokat a kérdéseket, hogy tetszik, nem tetszik, mert ott van egy olyan objektív csomag, amire hivatkozva, ami akkor tudjuk mondani, hogy oké, hogy neked nem a rózsaszín a kedvenc színed, viszont itt ebben a briefben az áll, hogy ennek rózsaszínnek kell lenni, mert ezt segíti elő az, ami ott abban le van írva. Tényleg, tehát, hogy az nagyon fontos, hogy a megrendelővel kialakuljon egy akár, tehát optimális esetben egy olyan bizalmi kapcsolat, vagy egy olyan jó, akár baráti kapcsolat, amiben meg tudja ismerni a tervező, a megrendelőt olyan szempontból, hogy nyilván a tervezőnek van egy határozott elképzelése a saját dolgairól, és akkor találkozik egy másik ízléssel, egy másik világgal, és valahogy ennek a kettő világnak kell találkoznia egymással, és hogyha tényleg, amit már korábban mondtunk, hogy nyitott az egyik a másik irányába, akkor meg lehet hallgatni, el lehet mondani a véleményét, és abba, tehát úgy átformálni, vagy úgy alakítani egy kicsit a dolgokat, hogy mind a kettő rész megtalálja magát benne. Szerintem ez nagyon izgalmas dolog. Főleg úgy, hogy maga a tervezési munkát én sokszor egy ilyen szerepnek látom, mert hogy tényleg, hogyha egy újfajta tematikával találkozik az ember, akkor egy új kihívással, akkor abban a szerepben így bele kell helyezkednie. Tehát nyilván, amivel korábban nem foglalkozott, nem úgy van, hogy egyik pillanatra a másikra az ember tud egy ilyen dolgot tervezni, aztán egy olyan dolgot tervezni, hanem ez egy nagyon hosszú folyamat, és
bele kell abba a szerepbe helyezkedni, átlátni a trendeket, stb. És azután tud az ember a megrendelővel közösen egy jó dolgot készíteni szerintem. Formatervezőknél egyébként hatványozottan, tehát hogyha például látássérült embereknek terveztek dolgokat, akkor ott azért egy elég erős empátiának kell lényegében jelen lenni ahhoz, hogy te jó megoldást tudjál nyújtani. Tehát, hogy nyilván a saját szemedet nem fogod azért elrontani, hogy akkor így. De hogy át kell érezni, tehát azért mondtam, hogy tényleg, mint egy ilyen színészi dolog tud lenni egy kicsit. Át kell alakulni. Uh-huh. Mennyire versenyképes a design, ha magyar a nemzetközi piacon? Én azt gondolom, hogy abszolút az tud lenni. Van egyfajta ilyen beidegződés talán, hogy a magyar dolgokkal kapcsolatban, hogy ezek esetleg nem annyira jók. Manufaktúrák versenyeznek gyárakkal, multikkal. Igen. Na de őnekik velük kéne versenyezni? Hát nem biztos. Hát nem velük versenyezünk, a minőséggel versenyezünk. Tehát az mindegy, hogy te egy manufakturális autót vagy hajót veszel meg, az mindegy. A lényeg a végtermék. Tehát nagyon sok nagyon magas minőségű dolog van, nagyon sok középszerű dolog van. Na és pont, hogy ez a lényeg, tehát szerintem társadalmi szinten kell arra felfejlődni, hogy az X minőséget, amit most nem mondok ki, meg tudjuk különböztetni a kifejezetten felülpreferált és minőségi termékektől. Ez az egyik része, tehát ez a társadalmi szintű. A másik része meg az, hogy talán most valami elkezdődött kreatív ipar, illetve design téren, de hogy ennek azért van egy lefolyása, mire ez az egész beérik, és ezek az ilyen, nem is tudom minek nevezni, ilyen berögződések, vagy ilyen előítéletek igazából. Előítéletek. Így a magyar dizájnnal szemben, ezek így egyszer csak így levetköződnek. Nekem van egy csomó külföldi barátom, akik elég magas szinten vannak grafikába, üzletbe, meg ilyen olyan körökbe. És akkor múltkor kérdezte, hogy láttam-e, ez egy amerikai, Los Angeles-i brand stratéga, amúgy mondta, hogy láttam-e a Kis Miklósnak a kaposvári munkáját. Szerintem fenomenális. Tehát, hogy az, itt az a cukrászdára is... gondolsz most elsősorban, nem, vagy az kaposvári arculatra, város arculat. És mondtam, hogy persze láttam, de hogy itt jön az, hogy hol versengünk valahol. Tehát, hogy lehet, hogy most Magyarországon belül versengünk másokkal, és ott van ez a érdekes hangulat. De ugye én azt látom, hogy külföldön azért, amikor látnak egy jó magyar munkát, azt mondják, hogy ez fenomenális. Nem, ezt a magyaroknak kell levetkőzni. Ugye van egy hype, ami egy 40 éves előny egy külföldi cégnél. Nagyon sok, ugye mi az asztalos munkákban és a hajó munkákban látjuk ezt. Látok gyönyörű, tradicionális cégeket, 100 éves cégeket, és ennyit csavarnak, mint a páncélszekrényen kettőt kattant, mondjuk 2 évente. És veszik, és azt mondják, az a csik annyira kellett oda. És megint 2 évig megint elad mindent. Horror áron. Nekünk meg nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, hogy észrevegyenek. Észrevettek minket, jó dolog ez, és az jó, amikor mondanak egy ismert márkát, és azt mondják, hogy ez annál nincs lejjebb. Na, akkor az már nagyon jó. Mi vagyunk az ismeretlen emberek. És nekünk azon kell dolgozni, egyáltalán ránk, ezt beszéltük ebben a kávézóban, egyáltalán ránk nézzenek. És ha már ránk néztek, akkor már nyertünk, mert ebbe arra mindenki rohan, ugye mondod az időkényszert, és ebben a nagy időkényszerbe én meg kell állni, mert a kíváncsiság nagyobb, mint a futás sikényszer, és megállnak, megnézik, és csodálkoznak. Jé, ez nem is olyan rossz. Most jön a következő, hogy tetszetős, de magunk dolgáról tudok csak beszélni, de most azt be kell bizonyítani, hogy jó. Hogy az ugyanolyan jó, vagy jobb, mint a másik, akkor fog ebbsz megtörni a jég, akkor lesz ebből eladás, akkor fog működni. És ez egy hosszú út. Nem tudok más mondani erre. Ez nyilván egy... Ez nem megy másról hónapra. Mondasz, de az is lehet, hogy ugyanakkor azt is észre kell venni, szerintem, hogy most pont olyan korban élünk, amikor sokkal gyorsabban nőnek ki a semmiből cégek, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Tehát egyszerűen lehet, hogy egy friss cégnek, vagy egy friss márkának egész más stratégiát kell folytatnia, tehát neki nem biztos, hogy a Mercedes-szel kell versenyeznie, hanem lehet, hogy egy teljesen új olyan brendet hoz létre, ami lehet, hogy egy Mercedes vásárlat nem fogsz meggyőzni arról, hogy vegye a tiédet,
hanem te egy egészen új rétegnek fog szólni, aki... Így van. Tehát az a Mercedes és a Teslával kötném össze, ő egész más réteget szólít meg. Ugye én sok startupos dologba vettem részt, és ott például azt szoktuk mondani, megcsinálni, hogy a korai felhasználókat kell legelőször megcélozni. Mert hogy egyszerűen egy termék, legyen akár annyira izgalmas, hogy a Dunahajók, az még mindig egy réteg termék, egy szűk nis termék. És hogy ott azon belül is a korai felhasználókat kell leginkább megkeresni, megcélozni, akiknek mondjuk van rá pénzük, érdekeltségük, idejük, ízlésük, hogy egy olyat vegyenek. És miután ezek a korai felhasználók elkezdik ezeket használni, adoptálni ezeket a termékeket, utána lehet elkezdeni már a mainstream felé nyitni. Amikor ugye rengeteg ember nincs felkészülve arra, hogy ilyen nagyon korai fázisú termékeket használnak, mert nincs háttere. Igen, de mindenkinek... Nincs háttere, nincs olyan háttere, hogy hogyan működik a vízen. Ugye nem látja, nem, nincs róla teszt, nincs ez, nincs az. De ezt mind pótolni, ezt mind, ahogy az élet jön, ezt csinálni kell folyamatában. És ahogy látjuk, mindig egyre több a feladat. Pont. Mondjuk most amúgy egy motor csónakozás az valószínűleg sose lesz mainstream, tehát ez mindig megmar a rétegnek a történet léptékén, de... Hát, de nem, de hát, hogy vannak mainstream márkák, tehát, hogy a rétegen belül mainstream. Igen. Itt inkább teljesen mindegy, hogy melyik országban, a világ melyik részén, kimondasz egy márkát, és mindenki tudja, miről van szó. Meg amit most itt csinálunk, az is még valahol a korai felhasználóknak a keresése, hogy a magyar dizájn a mainstream-é válhasson. Így van. Mert szóval abszolút, tehát mondjuk tök vicces volt, amikor először láttam a Dunahajók Instagramot, valahogy így április környékén szerintem, akkor és nézd, Győrbe vannak fotózva. És bennem is benne van az ilyen reflex, hogy ez tudja, hogy nem győri. Én nem tudok más mondani, mi is szembesülünk ilyennel. Tehát például mi nem tudtuk, hogy a hajókiáltáson, ugye mindig ezzel például hozok, mert én ebbe élek, hogy ki lesz a szomszédunk. És akkor ott van egy pécsi repülőgép, gyárt egy kis repülőgépet, ami műrepülhető. És akkor összerakták ott az emberek, a pécsi ennyi idős emberek, pikpak, és az ember ülés nézi, és nem hiszi el. Magyar gyártó. És beleültünk, és halál precíz. Penge. Én egy kicsit óckodok ettől a dologtól. De amikor mondja a kereskedelmi igazgató, hogy Péter, azt mondja, ez úgy van kitalálva, ha lezuhan, se tud lezuhanni. Mert lerobbantja a motorháztető hátsó részét, ott van egy ejtőernyő, és levitorlázik a repülőgép. Meggyőző. Ha azt mondanám, menjünk. És mellette annyira szép, és annyira jó a formája, és valami hihetetlen, megdöbbentő. Nem akarom elhinni, hogy ilyen magyar ilyet tud. És 3 éve, vagy 4 éve még nem is volt Pécsen ez a repülőgépgyár. És ott profik. Még azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy tényleg nagyon fontos már az, hogy egy márka hogyan mutatkozik be. Tehát, hogy nektek ez jött le, de nem csak a Dunahajók, bármilyen márkával kapcsolatban. Tehát már a kezdeti lépésektől kezdve, ha az megfelelően van tálalva, és nem az, hogy eltorzítva, mert nem arról van szó, hogy úgy mutassa be az adott terméket, hogy máshogy, tehát a valóságot eltorzítva, mert úgyis szembesül magával a termékkel, tehát úgyis látni fogja, és akkor már bukik ez az egész. Hanem tényleg a lehető legjobban, legigényesebben, és ha ez így működik, akkor ez egy lépcsőfok, amire aztán lehet építeni, és lehet ezen az irányba haladni. Mert én azt látom, hogy ennek így van értelme. Tehát önazonosnak igen, maradni. Igen, és ez van. Bármilyen magyar termékre vonatkozóan így kell szerintem tenni. Igen, tehát hogy következetesen nem érdemes hazudozni, mert nem, akkor nem. Hosszára tervezünk, akkor tud borulni a dolog. Így van. Én, bocsánat, nem is talán ez a jó szó, nem is a hazudozás, és nem kiavítalak, hanem egy porrentes hazudozás. Név nélkül. Beszéltünk egy, nekem nagyon tetszik, hogy az olasz ember például mindig oda bigyezti ezt a kis zöld, fehér, piros sávot a Vespa robogája bármiére. A francia is most újabban odahúzkodja mindig a kék, fehér, piros csékját, egyre többen. Mert ad egy identitást, ez az egész, annak a terméknek. Az egy francia termék, az egy francia nagyon finom sajt például. És látom, most már a magyaroknál is kezd egy-két helyen ez így megjelenni. Sőt, igazából én ezen a nemzetközi kontra magyar vonalon is én úgy érzem, hogy nem hiszem, hogy van különbségtétel. Én úgy érzem, és ez szerintem minden területre vonatkozik, hogy a minőséget hasonlítják a minőséggel.
És én szerintem az eredményekben nem az van, hogy bár ez a legjobb a világon, de amiatt, hogy magyar, ez hátrányban részesül. Tehát szerintem én ebben nem hiszek. Én szerintem a világon mindenhol az ilyeken a kiállításokon, a megmérettetéseken a minőség a minőséggel versenyzik. És ez szerintem építészet területén ez dettó, így van. Tehát most egy nemzet, ahhoz, hogy mondjuk 10 éve szerintem egy Archidélin, egy építész portálon felkaptuk a fejünket, hogyha volt magyar projekt, most tele van magyar építész projekt. Nem azt mondom, hogy tele van, de nem idegen ez, szóval napi szinten lehet belefutni. Egyrészt kinyílt a világ, másrészt a szemlélő ugyanúgy meg végig tekinti azt, mint egy külföldi projektet. És igazából én azt látom, hogy a minőség a minőséggel játszik. Ha ugyanúgy lehet izgalmas egy Magyarországon létesült épület nemzetközi szinten, mint ahogy izgalmas lehet számunkra egy dél-franciaországi kis épület, mert hogy maga az ötlet az a képeken keresztül is átjön. Másik buktatója azért például ezeknek az oldalaknak, hogy ezeket a házakat érdemes mindig élőben is megnézni, mármint hogy sokkal több információt pluszba hozzának, de hogy ez a virtuális közeledés, ez igazán megtörtént, és ez a fajta összehasonlítás, ez szerintem most már nem rossz úton van. Én ebben nem hiszek. Igaz, amit mondasz, tehát hogy szakmai fronton, mint tervező grafikában, formatezés és építészetben is most már nem lógunk el egyébként a nemzeti elittől, viszont ehhez a társadalom egyébként még nem csatlakozott fel nálunk. Tehát, hogy szerintem egy dizájn kiállításnak az elsődleges üzenete az akár az is lehet, hogy ezeket a tárgyakat nem csak nézni érdemes, hanem meg is lehet vásárolni. Tehát, hogy még mindig azért nézzük, szeretjük, szépnek tartjuk, viszont még mindig nem vásároljuk meg, mert nem tudjuk, hogy mi az a hozzáadott érték, amit adott esetben a nagy multival szemben a magyar dizájn elénk kínál. És ez az, ahova szerintem fel kéne érni még. Tehát az útnak a felét egyébként elindítottuk, tehát szakmailag felfejlődtünk, viszont ezt a társadalomban megértetni, és átestetni őket ilyen szempontból, hogy kicsit dizájnérzékenyebb legyen a szociális közegünk, az egy következő feladat. És talán az, ami most elkezdett valamelyest indulni és bontani a szárnyait. Mik azok az eszközök, amivel így a társadalmi szerepvállalást erősítik, illetve hogy a közüzlést mennyire tudjuk formálni egy kiállítással, vagy egy jó kommunikációval. Ugye a vizuális térben nagyon sokszor jelenik meg egy tárgy, a piacra dobás előtt már elkezdődik a reklámozás. Hogy látjátok ezt? Ezt a távolságot mennyire segíti leküzdeni a vizuális kommunikáció? Én nekem az egyik kedvenc ilyen példám az erdei kisház Noszvajon. Nem tudom, láttátok ennek a kampányát. Instagramon elkezdtek rengeteget bombázni ilyen, kvázi ilyen moodboardokkal, hogy majd ilyen lesz. És egyszer csak felépült, és egy gyönyörű szép turistaházat, vagy ilyen kis bérelhető házat építettek fel valahol a noszvai kis erdőben, és ezzel tényleg azt mutatják, hogy mennyire jó Magyarországon belül is utazgatni, megnézni a magyar erdőket, és hogy ott is vannak iszonyatosan izgalmas turistaházak, tehát nem kell elmenni külföldre, vagy... Hát az interneten elér. Igen, és én azt néztem, és azóta is el akarok menni oda, de ugye így a gyerekek miatt nekünk elég nehéz egy erdei kisházba elmenni egy hétvégére is, de hogy... De csak arra akartam reflektálni, hogy a vizuális kommunikáció és az internet, tehát engem ott teljesen megtaláltak. És hát amúgy egyáltalán nem kutatnám azt, hogy van-e Noszvajon erdélyi kisház, sőt, azt sem tudnám, hogy hol van Noszvaj. Ha nem lett volna ez a igen. És program. És most szerint, és ráadásul úgy kezdtek el bombázni üzenetekkel, hogy még nem volt konkrét termékük. Tehát csak hangulatokkal, hogy majd ez lesz. Tesztelték azt, hogy milyen reakció lesz. Nagyon jó úton tudunk haladni, és minél több ilyen kisebb mag van, annál izgalmasabb lesz ez az egész. Igen, tehát azt gondolom, hogy nálam például a tanári munkában is ugye abszolút ez meg kell, hogy jelenjen, hiszen akár a saját példámmal is próbálok egyfajta ízlést formálni, meg az, hogy lehetőségeket mutatni az adott diákkorosztálynak, hogy igen, vannak ilyen alternatívák, más kicsit legyetek nyitottabbak, főleg ezekre az esztétikai dolgokra, és hogy ezáltal
lépésenként lehet alakítani őket. És nyilván ő belülük lesz majd az a vásárló réteg, vagy akár a tervező réteg, aki utána izgalmas jó dolgokat fog készíteni, vagy vásárolni. Úgyhogy ez már tényleg gyerekkorban elkezdődik. Hát igen, építészként társadalmi felelősségvállalás szerintem legalább annyira fontos, mert hogy fontos szempont lenne, mert hogy kineveljük azokat a generációkat, akik majd megbízók lesznek, vagy hát folyamatosan igazából neveljük ki azokat az embereket, aki egyszer majd megbízó lesz, hogy tervez neki egy házat, és nem mindegy az, hogy milyen, nem mindegy a fejlődés üteme is, minél inkább felkészültebbek, vizuálisan érettebb emberek jönnek ki úgymond az iskolapadból, és kezdik meg a gazdasági tevékenységüket, és válnak megbízóvá, annál hatékonyabban tud ez az ágazat, vagy mindegyik ágazat fejlődni, mert ő lesz az, aki majd elkezd investálni ezekbe a termékekbe. Ugye elhangzott ez is, hogy most még oké, megnézi ezt, és csodálkozik rajta, hogy ez a termék ez Magyarországon egyébként kapható, nem csak egy látványterv, és nem biztos, hogy egyébként vásárol lesz ebből, pedig igazából pont ezzel a investálással tudnánk elérni azt, hogy lehet, hogy a következő kiállításon már mondjuk két hajóval vagytok ott, és a többi, és a többi. Tehát az, hogyha visszaforgatunk ebbe az ágazatba, az igazából önmagunkban, meg a saját közösségünkbe való belefektetés. De ugyanígy fontos ez az épített környezetünkkel is, mert nyilván az épített környezetünk így is Magyarországon nem szegényes, de azt, hogy ezt milyen széles körben ismerik az emberek, hogy mi érték, mi nem érték, vagy az érték az mitől érték, ebben viszont még nagyon le vagyunk maradva, és az például nagyon szűk réteg látja egyelőre csak. Azt, hogy ez milyen érték, szerintem a szakmánk tekintetében az egyik fontos társadalmilag felelős szerepvállása az lenne, ha minél több értékre hívnánk fel a figyelmet, és tennénk le mellé a pontot, hogy ez már pedig megkérdőjelezhetetlen érték. De igazából erre vannak is törekvések. Viszont itt azért oda kell arra is figyelni, hogy aztán nem magad váljál a kapu őrzőjévé. Így van, mert szerintem az egyik legfontosabb így dolog van, az a társadalmi szerep felelősségvállalásban az, hogy teret adunk másoknak, és én mit tűnye, a rendezvényszervezés kapcsán, mert nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy el kell kezdeni bevonni a fiatal szervezőket, mert ők fognak tudni igazán jó kortárs zenei produkciókat, kiállításokat hozni, mert ők érzik azt, hogy mi az új, és teret kell adni. És akkor sokszor azt mondják, hogy nem, hát ez a mi munkánk, ezt nekünk kell csinálni. És például most nemrég jelentkezett hozzánk egy gyakornoknak egy fiatal srác, és abban a hitben, hogy talán majd dobunk neki valami csontot. Hogy hát esetleg vagdoshat egy-két képet, vagy valami ilyesmi, és mi egybe bedobtuk egy mély vízbe, hogy dolgozzon, mert nem sajnáljuk tőle a munkát, hogyha elég ügyes, úgyis meg fogja tudni oldani, és annyira hálás volt, hogy kapott egy valós feladatot, és szerintem ez egy olyan motivációt ad neki, hogy nem azért tanul rengeteget, hogy aztán tényleg Photoshop szalagmunkát csináljon konkrétan. Kicsit előjön nekem az, hogy szárnyal a tervező, itt is kapott egy lehetőséget, és megadtátok neki azt a lehetőséget, hogy kibontakozzon és szárnyaljon, és amit a beszélgetés elején is taglaltunk, hogy igenis ez mennyire fontos, hogy a megrendelő és a gyártói oldal is szabad kezet adjon a tervezőnek. Mennyire fontos? Vagy... Hát igen, erről vagy erre célzok, hogy mennyire jó ennek a... Persze, ez egy fontos, meg hát diáknak is, hogy lehetőséget kapott. Ez egy bizalmi rész. Bizalmi rész, igen. Ilyen szempontból, de egyébként meg, hogyha megrendelő oldalról közelítjük meg az egészet, tehát hogyha engem megkeres valaki, akkor én lényegében azt gondolom, hogy ő azért keresett meg, mert elismer, hogy én vagyok a szakember, és én vagyok az, aki az ő problémájára a megoldást tud nyújtani. Igen. Elfelejtettem már, mi volt az alapkérdés. Ez a generációs motiváltságnál ragadtam le. A társadalmi szerepvállalás, hogy a közízlést mennyire fontos formálni, illetve mennyire érték az, hogyha kinevelődik egy olyan generáció, akik jobban értékelik a dizájn fontosságát. Ja, igen. Erről
Igen, akkor csak egy kócsa gondolat. Igazából motiváltság volt az, amit egyébként irigyléssel hallgattam, mert mondjuk nekem vegyesek az érzéseim a fiatalság motiváltságával, vagy ebben voltak nekem negatív tapasztalataim is, és de ugyanakkor meg ezt szerintem nagyon fontos lenne, hogy a fiatalság motivált legyen mondjuk a választott szakmájában, hogy ott ez az elhivatottság mondjuk meglegyen. Szerintem mondjuk ha csak az én generációmról beszélek, ott aki mondjuk sikert ért el, az feltétlenül hitt a saját szakmájában, elkötelezetten, és úgy érte el ezeket a dolgokat, és szerintem erre nincs más belépő, mint hogyha ezt az utat végig kell járni, és hogyha nincs meg a motiváltság, akkor ez egy nagyon szomorú utazás lesz. Még annyit fűznék hozzá, társadalmi szerepvállalás. Hát szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha az ember mindenki a maga szakmájában tud egy olyan dolgot létrehozni, amire mások azt mondják, hogy jó. Akkor befolyásoltam másokat? Be. Méghozzá alapvetően, mert ha a mi termékünket választja valaki, akkor sikerült annyira befolyásolnom őt, hogy már nem a másét választja. Mert én ezt szeretném. Szerintem ez adja magát. Csak ott nagyon kell igyekezni, hogy minket válasszanak, ugye, amit beszéltünk, hogy a startról indulunk. Azt is elfogadom, mert elgondolkodtam, amit László mondott, hogy nem teljesen így van ez a dolog, és van ebben igazság. Ugye én idézőjelben műhelyi vakságban szenvedek, én mindig a magam részéről látok csak kifelé. Sokszor mondják azt, hogy egy kívülálló sokkal jobban látja. Az a friss szem. A friss szem, igen, így van. Aki ránéz, és ugye ez olyan dolog, hogy én elmegyek másik műhelyben, nagyon könnyen okoskodok. A magamében meg 3 év volt van sarokba az a léc. Már bocsánat, pedig csak el kéne dobni. Tehát ezek ilyen apró dolgok. Na visszatérve ide erre a dologra, igenis, az befolyásolja, szerintem nagyon befolyásolja a jó dizájn meg a jó munka, a szakmunka, mert nem titkolt cél az, hogy addig-addig csinálni, vannak ezt a terméket, vannak előttem jó példák Magyarországon, akik hittek benne, végigverték, és külföldre szállítanak. Ez igazság, hajót. Tehát nem az olasz hajó jön be Magyarország, és semmi bajom az olaszokkal, mert istentelenül jó dolgokat csinálnak, de az egy nagyon jó dolog, amikor már végre valahára egy magyar cég visz ki, exportál egy terméket, és nekem ez tetsző. Tehát meg lehet ezt csinálni. Nincs itt lejjebb a dolog, csak igyekezni kell. De ha jó a dizájn, ha jó a termék, akkor lehet bármi. Ha jól működik, akkor minket fognak választani. Én így gondolom. És van már eladott termékünk, de eszméletlen jó érzés. Tehát amikor felénk szavaz egy olyan ember, aki meglett ember, és neki ez kellett. Ez egy akkora inspirációs megerősítés, hogy ezt tovább kell csinálni. Ez nagyon szép zárószónak. Köszönjük szépen. Köszönöm a részvételt. Mivel sok szó esett a magyar tervező és gyártó kapcsolatáról a beszélgetés során, sok szeretettel ajánlom a HFDSpot digitális platformját, ahova regisztrálhat tervező és gyártó, és ezen a felületen tudnak kapcsolódni egymáshoz. Amit nemrégiben a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség indított útjára. Valamint itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ajánljam a Design Hét egyéb programjait is. Köszönöm.